Köszöntöm Önöket! Sebes György vagyok a hírekkel, ez a heti TV híradója. Főbb híreink. Tart az ukrajnai háború, de már esély van a komoly tárgyalásokra. Az orosz elnök elismerte, nem minden alakult úgy, ahogyan tervezték. Eltérő értékelések az oktatási dolgozók szerdán indult sztrájkjáról. A kedvező jelek ellenére sem ért még véget a koronavírus járvány. És most a részletek. Az ukrajnai háború miatt a jövő héten egy nagyobb menekült hullámra számítanak Magyarországon. Egyebek között erről beszélt a miniszterelnök, aki három napon át a keleti határvidéken követte az eseményeket, és szervezte a védekezést. Többek között Debrecenben, Nyíregyházán és Csenger-Simán is járt. Az utóbbi határátkelő megerősítését is kilátásba helyezte. Orbán Viktor elégedetten nyilatkozott a menekültek fogadásáról. Azt mondta, gördülékenyen megy minden, a rendőrök megfeszítetten dolgoznak, a vöröskeresztesek pedig segítik a gyermekeseket a helyszínen. A háború miatt Ukrajnából már mindegy 3 millióan menekültek el, közülük eddig több mint 450 ezeren Magyarországra érkeztek. Az ukrán államfő szerint Európa közepén a szabad országok és a rabságban élők térsége között ugyanolyan fal emelkedik, amilyen egykor Berlin két részét választotta el. Volodymyr Zelenszky arra kérte a német kancellárt, segítsen ledönteni ezt a falat, vagyis járuljon hozzá a térséget megosztó háború befejezéséhez. Mindenről a német szövetségi parlamentben beszélt. Ott ugyanolyan ovációval fogadták, mint előtte az amerikai kongresszusban elhangzott videóüzenetét. Washingtonban is történelmi példákat idézett. Az országa elleni orosz agressziót a II. Világháborúban a Pearl Harbor-i amerikai támaszpont elleni japán támadáshoz, valamint a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyait elpusztító terrorakcióhoz hasonlította. Az orosz állam felismerte, hogy az ukrán elleni invázióban nem minden úgy történik, ahogy számolták. Emiatt az árulókat, a kémeket és a nyugatbarát söpredéket okolta. Vlagyimir Putyin arról is beszélt, hogy a nyugat az oroszok egységének bomlasztására törekszik, és célja Oroszország elpusztítása. Arra is figyelmeztetett, hogy a nemzetközi szankciók hatalmas gazdasági károkat okoznak. Megemlítette a növekvő inflációt és a munkanélküliséget, és nem tartotta kizártnak, hogy mindez társadalmi zavargásokat válthat ki Oroszországban. Eközben már felvásárlási roham indult a cukorért. Az ára ugyanis a héten 13%-kal emelkedett, és az emberek hiánytól, valamint további drágulástól tartanak. Az amerikai elnök háborús bűnösnek nevezte orosz kollégáját, amiért megtámadta Ukrajnát. Joe Biden szóvivője később azt mondta, az elnök csak úgy gondolja, hogy ez a minősítés érvényes Vlagyimir Putyinra. Szerinte ugyanis külön jogi eljárás alapján lehet meghatározni, hogy Putyin megsértette a nemzetközi jogot és követette el háborús bűncselekményeket. Az orosz elnöki szóvivő közölte, az államfő nem reagál a szavai szerint megengedhetetlen minősítésre. Dmitrij Peszkov úgy vélte, a kijelentés elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan. Mint mondta, Putyin viszont bölcs és művelt nemzetközi szereplő, ezért nem válaszol. Eközben egyre több politikus igyekszik közvetíteni Oroszország és Ukrajna között. Az izraeli kormányfő, aki a múlt héten mindkét fővárosban járt, most felajánlotta, hogy segít tető alá hozni Putyin és Zelenszky találkozóját. Naftali Bennett után az török államfő is hasonlóan nyilatkozott. Recep Tayyip Erdogan telefonon beszélt orosz kollégájával, és készségét fejezte ki, hogy a megbeszélés Törökországban legyen. Ugyanezt javasolta a török külügyminiszter is, aki Lvivban járt. Mevlüt Csafusoglu egyetértett ukrán kollégájával, Dmitrol Kulebával, hogy a személyes kontaktus elősegíthetné a béke megteremtését. A jövő hét közepén NATO csúcsértekezletet tartanak Brüsszelben, hogy összehangolják a tagállamok álláspontját az ukrajnai háborúról. Az egyik fő téma a szövetség keleti szárnyának megerősítése lesz.
Erről már a héten is szó volt a védelmi miniszterek megbeszélésén. Jens Stoltenberg főtitkár utána azt közölte, jelentősen meg akarják erősíteni katonai jelenlétüket a térségben, de nem telepítenek csapatokat vagy légieszközöket Ukrajnába. Kiemelte, hogy a NATO nem ad okot a támadásra, de nem is tűr semmilyen támadást szövetségesei ellen. Úgy vélte, az orosz elnök alábecsülte Ukrajna és a NATO erejét is. Egyúttal ismét felszólította Putyint, hogy állítsa le a háborút és vonja ki csapatait a térségből. Itthon holnaptól úgy folytatódik az oktatási dolgozók sztrájka, hogy az érintettek időlegesen felveszik a munkát. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint eddig is kevesen csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, az érdekképviseletek viszont cáfolták a közzétett adatokat. Azt elismerték, hogy a fenyegetőzések hatására sok helyen visszaléptek a munkabeszüntetéstől, de több iskolában éppen emiatt kezdtek sztrájkba. A miniszterelnökséget vezető miniszter jogosnak nevezte a tanárok követeléseit. Gulyás Gergely azt mondta, ha megjönnek a várt uniós pénzek, akkor lehetőség nyílik a 3x10%-os béremelésre. Szerinte háborús helyzetben a sztrájk nem a tiltakozás legalkalmasabb módja. A szakszervezetek viszont jelezték, akciójuknak semmi köze a háborúhoz, az oktatási dolgozók ebben nem érintettek. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint a rendszerváltás óta nem kaptak olyan átfogó támogatást az oktatásban dolgozók, mint most. Szabó Zsuzsa jelezte, ez annak köszönhető, hogy az oktatás nem csak a pedagógusok problémája, hanem az egész társadalomé. Emlékeztetett rá, hogy a rendszerből 12 ezer tanár hiányzik, és a folytonos helyettesítések miatt gyakran nem lehet olyan szakmai, módszertani oktatást végezni, mint amilyenre szükség lenne. A kormány viszont nem hajlandó komolyan tárgyalni a problémákról. Nagy Erzsébet, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének választmányi tagja megerősítette, a szakszervezetek hosszú távú küzdelemre készülnek. Bár péntektől elvileg jelentősen csökkent a benzin és a gázolaj szabadáras nagykereskedelmi tarifája, ez nem oldja meg az üzemanyag ellátás összes gondját. Erre figyelmeztettek a kisebb benzinkutak üzemeltetői, akik azt fontolgatják, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak a benzinástop miatt. Úgy vélik, a 480 forintos korlát sérti azt a szabályt, hogy hatósági árral senki sem kötelezhető veszteséges működésre. Az iparág kisvállalkozói tömörítő független benzinkutak szövetsége szerint a perek hetek múlva indulhatnak. Közben viszont még tárgyalnak az illetékes innovációs minisztériummal, mert megvalósíthatatlanak tartják a több mint egy hete bejelentett rendelet több pontját. Egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy továbbra is számolni kell a koronavírus járvány terjedésével. Bár az ötödik hullám valóban visszavonulóban van, és enyhítettek is a szigorú korlátozásokon, azért még sok a fertőzött és a vírus jelen van. Emiatt is arra hívják fel a figyelmet, hogy változatlanul tart az oltási akció. A hét második felében előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül beadják bárkinek a vakcinát a kijelölt oltópontokon. A szakemberek szerint mindenképpen érdemes kérni az oltást, amely erősíti a védettséget. A jelek szerint Lengyelország hamarosan megállapodhat a koronavírus járvány utáni helyreállítási tervről az Európai Bizottsággal. Ez arra utal, hogy sokkal jobban állnak a tárgyalásokon, mint a másik érintett, vagyis Magyarország. A lengyelek 36 milliárd eurót kapnának, a magyarok 7,2 milliárdot. Utóbbiakkal azonban még javában tartanak az egyeztetések, és uniós vélemények szerint a magyarok még nincsenek annyira közel a célhoz, mint a lengyelek. Lengyelország már garanciákat adott az igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítására. Magyarországtól viszont a biztosi testület főleg további korrupcióellenes intézkedéseket vár, közölték Brüsszelben.
az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága erőteljesen figyelmeztette Magyarországot, amiért immár 6 éve nem hajt végre egy strasbourgi ítéletet. Baka András egykori főbíró ügyéről van szó. Őt azért menesztették idő előtt, mert szakmailag nyilvánosan kritizált bizonyos a bíróságok függetlenségét veszélyeztető lépéseket. Eltávolítását azonban a strasbourgi bíróság jogellenesnek minősítette. A mostani döntés pedig kifogásolja, hogy továbbra sem biztosította a magyar bírák függetlensége és véleménynyilvánítási szabadsága, hívta fel a figyelmet az Amnesty International Magyarország és a Magyar Helsinki Bizottság. Japánban több utórengés is volt a hét közepén történt erős földmozgás nyomán. A Richter skála szerint 7,4-es erősségű földrengésben a hivatalos adatok szerint 4-en vesztették életüket, és mintegy 200-an megsebesültek. A földrengés fészke 57 kilométeres mélységben volt a Fukushimához közeli vizekben. A hatóságok először szökőárriadót rendeltek el, de aztán lefújták, és azt is közölték, hogy az érintett térségben lévő atomerőművek biztonságosan működnek. Emlékezetes 11 éve ugyanott 9-es erősségű földrengés volt, amely 19 ezer ember életét követelte, és a nyomában keletkezett szökőár súlyosan megrongálta a fukushimai atomerőművet. Nem lugos vörös iszap, hanem vasoxid tartalmú anyag került a sajóba Szlovákiában, ezt észlelték az utóbbi napokban a folyó magyar szakaszán. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, egy szlovák vasércbánya tárolójából szivárgott szennyezés a folyóba. Kérték a szomszédos ország hatóságait, hogy intézkedjenek, és megerősítették, hogy mindez egyelőre nem okoz komolyabb gondot Magyarországon. A folyó vize az érzékszervi tapasztalatok alapján a normál állapotot mutatja, halpusztulást sem észleltek. Ami pedig az időjárást illeti, egy kicsit még várni kell a tavaszra, de állítólag már nem sokat. Hosszabb, rövidebb időre szinte mindenütt kisüt a nap. Az ország nagy részén nem várható csapadék. Helyenként viszont megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 10 fok körül alakul, estére viszont még lehűl a levegő mínusz 7 és mínusz 1 fok közé. A jövő hét közepétől pedig már melegszik az idő. És eddig tartott a híradó. További információkat találnak két honlapunkon, a hetitv.com és a brayerpress.com portálon. Köszönöm figyelmüket!